Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, kértétek Warframe Rhino, úgyhogy hát jöjjön, és miközben azon csodálkoztok, hogy miért rajzoltak lennek ekkora lófarkat, addig elmesélem, hogy mit is várhatunk attól a bizonyos Rhinótól. Nos, amit tudni kell róla, és lényeges dolog, úgy gondolom, hogy a Rhino az egyik olyan karakter, amit iszonyatosan könnyű megszerezni, ugye a Venus Fossa nevezett küldetésen, a Jackalt kell érte leölni. Elég könnyű dolgotok lesz, alá kell állni a lába alá, és a lábát kell lekardozni, talán az a legjobb módszer, és pillanatok alatt el lehet intézni azt a küldetést, úgyhogy nem egy vészesen nehéz fajta. Ám viszont, amit ad cserébe, ugye a Rhino az egyik olyan karakter, ami nagyon lényeges, és komoly lépés afelé, hogy egy olyan karaktered legyen, amit elvihetsz komolyabb és nehezebb küldetésekbe. Szóval, hogyha eddig nem raktál úgynevezett Orokin reaktort abba a bizonyos első karakteredbe, akkor fontold meg azt, hogy belerakod a Rhinóba, és kihúzod egy tank karakternek ezt a Rhinót, mert elviheted high-end küldetésekre, elviheted nightmare modokra, és mindenhova hasznos és masszív túlélő képessége van a Rhinónak, és a Rhino az a dobbantó karakter ahhoz, hogy elmenj, megszerez jobb karaktereket, vagy megszerez jobb modokat, alert missionökre tudjál menni. Ez lesz az a karakter, amivel meg tud csinálni, mert sem az Excalibur, sem a Meg, sem a Volt az elején nem képesek magas, vagyis nehéz szintű missionökkel megbirkózni. Az Excalibur volt is, meg is még meg tudnák csinálni, főleg az Excalibur, de ő is csak akkor, hogyha le van formázva legalább kétszer, benne van az a Rokin reaktor, és az elején mindezeket nem fogod tudni megcsinálni, és nem engedheted meg magadnak. A Rhino viszont rohadt egyszerű. Ezért is az volt, mikor megjelent a Rhino, azért a fél Warframe szétdobbantotta az összes bolygót tulajdonképpen, mert ja igen, akkor rá is térhetünk a Rhinónak a képességeire, ami alapvetően némelyik hasznos, némelyik nem, de mint mondom, a Rhino egy olyan karakter, ami egy dobbantó, egy következő lépcső ahhoz, hogy jobb Warframe-eket szállt, nem jobbakat, mert a Rhino az egyik legjobb közeles távon, a Loki például, a Loki mellett, a Nova mellett, Trinity mellett, ezek mellett az a Rhino az egyik legjobb, és lehet vele játszadozni. Képességei, ja, van neki egy Prime változata is, amit láthattok itt a videóban, nem ez az eredet is rakja, de van neki, ez a Prime változata. Tehát nem így néz ki az eredet, egy kicsit rondább, de amúgy nincs vele gáz, az a lényeg az, hogy mit tud csinálni, nem azt, hogy kinéz. A Void különböző küldetésé megszerezhetitek hozzá az alkatrészt, random játszva előbb-utóbb összejön egyébként, és jól néz ki, szóval nem rossz. Na, sisakjai is jól néznek, szóval alapvetően jó kinéző karakter, érdemes belefektetni. Képességeit tekintve van a Rhino Charge nevezető, ez az első képessége. Hát mit csinál? Neki rohan fejjel mindennek, na gyakorlatilag, mint egy Rhino. 650-es sebes simába, szóval nem egy rossz képesség, a dolog az, hogy el fogod felejteni használni. Ezt még felhúzod az egész Rhinót Power Strength-re, és hogyha vannak olyan módjait, hogy ki tud húzni legalább 170%-ra, ha nem 200-ra azt a bizonyos erőt, akkor ez 1200-á válik ez a base damage, és gyakorlatilag elég megállíthatatlan lesz a dolog. A középszintig ez öl gyakorlatilag, fogja neki, megy az ellenfének, ledönti a lábáról, azt megöli a gyengébeket, akit meg nem öl le, azt ledönti a lábáról, és simán el tudsz menekülni, szóval nem mintha a Rhinónak nagyon kéne menekülni, de ez például egy nagyon jó menekülő gyakorlatilag, egy nagyon jó menekülő képesség, hogy arról van szó, hogyha már nagyon körbevesznek a Rhino, bárhonnan, bármikor ki tud törni, tehát amíg a többi karakter azon kínlódik, hogy hogyan törjön ki, mert nincs olyan képessége, mint a Rhinónak vagy a Lokinak, hogy láthatatlanok tudnak lenni, így a Rhinónak gond nélkül kitör, amíg van egy kis energiája gyakorlatilag, akkor nincs vele baj. A második képessége egyben a leghasznosabb az egész Warframe történetében, az egyik leghasznosabb a láthatatlanság mellett,
és ez az úgynevezett Iron Skin, ami 1200 plusz armort ad, ilyen ferrit armort, a lényeg az ugye ilyen kis gyémánt páncélod lesz, nagyon csincsó, és hát ez kurvisten, hogy nem lövik le rólad egy könnyen, baszod. Nagyon-nagyon jól bírja ez a páncél, szóval én úgy szoktam csinálni, amint beérek egy játékba, többnyire amire én viszem a Rhinót, azok Nightmare modok, igen, Nightmare modokra viszem a Rhinót, és Voltranokra azért, mert többnyire a Bleeding Dragon Key-t szoktam vinni, és az levesz az életből, viszont van majdnem 1200 shieldem, úgyhogy ezt, és még rálövöm ezt az Iron Skin-t, és akkor ez végtelen hatalom. Bleeding Dragon Key ide vagy oda, és az a Nightmare modokon, ahol ugye nincsen shield, amellett, hogy van 700 akárhány életem, még belövöm ezt a Fairy Armort, és hogyha nincsen shield, akkor gyakorlatilag lesz egy shieldem. És gyakorlatilag megállíthatatlan, mert jobb, mint a alap shield ez a Fairy Armor, és nyugodtan sétálhatsz egy olyan Nightmare modban, ahol nincsen shielded, és nem lesz semmi bajod. A másik pedig van olyan Nightmare mód, ahol nincsen energia, tehát az energia fogy el folyamatosan. Ott például ugyanúgy a Rhinót viszem, mert hogy miért ne, amint belépek a játékba, pif, azonnal elsütöm ezt az Iron Skin képességet, aztán ki nem szarja le, hogy van-e energia, vagy nincs energia, mert még előbb le kell lőjék rólam ezt az Iron Skin-t. És amire lelövik ezt az Iron Skin-t, mind a két Night Mode esetében mindig lesz annyi energia, hogy újra be tud kapcsolni az Iron Skin-t. Az Iron Skin így az összes Warframe karakter közül a top 5 képességekben benne van, ami a Rhinót egy legyőzhetetlen tanká teszi, gyakorlatilag a legesleg hasznosabb képessége, mint mondtam, tehát a dolognak a poénja az, hogy nincsen szükséged modolásnál a Flow nevű modra, vagy a Prime Flow nevű modra, ugye, ami több energiát ad, hogy miért nincs? Azért, mert belépsz a játékba, ellövöd az Iron Skin-t, amire lelövik rólad az Iron Skin-t, addigra bőven lesz energiát, hogy ultizgass, hogy Rhino charge-olgass, hogy csinálj, amit akarsz, mert az Iron Skin megvéd, és mindig, és mivel, hogy olyan szintű védelme van, nem is gondolsz abba, hogy energiát használjál, mert kardozgatsz, mert lövöldözgetsz, és útközben feltöltötsz energiával, és mindig lesz energiád. Ezért is tud hasznos lenni ez a bizonyos Iron Skin, úgyhogy hát ezzel a Rhinót legyőzhetetlenné tették gyakorlatilag mindenhova. Jó karakter gyakorlatilag. Nem azt mondom, hogy egy Void 45 percet kibírna, de gyakorlatilag, ha ügyes vagy vele, ügyesen jársz, mozgékony vagy, jók a fegyvereid, akár egyedül is kivész egy T3-on egy ilyen 30-40 percet vele. Úgyhogy érdemes belegondolni abba, hogy a Rhino mire képes. A harmadik képessége hasznos is, meg nem is, az az igazság. Jól jön farmoláskor. Azt kell, hogy mondjam, mert a Roar-nak hívják ezt a képességét, elordítja magát a Rhino, és damage buffot ad magának és a társainak, akik benne vannak ebben a 25 méteres range-be. Nagyon jól jön farmoláskor, és emiatt a Rhino beleilleszkedik egy csapatjátékos figurába is, mert amúgy teljes mértékben egyedül is helytel bárhol, és lehet vele önzősködni nyugodtan. De a Roar képessége gyakorlatilag megfelelővé teszi egy farmolásra, tehát ilyen masszív farmolás, mint például elmentek a Dracóra, és van veletek egy Rhino, Necros, Meg és Mesa, és kibírtok legalább 30 évet, mert a Rhinónak csak egy feladata lesz, nyomja el a roar, damage buffot megkapja mindenki 50%-kal, és nagyon durván lehet vele osztani. Jártam én is olyan farmoláson, infested volt, más dolgom nem volt, egy Mesa mellett, meg egy Necros mellett, csak azt, hogy ordibáljak, és megkapták a damage buffot, tehát igazából nem is volt rá szükség, ezért a Roar valahol hasznos is, meg nem is hasznos. Akkor jön igazán jó, amikor kurvára körbevesznek az ellenségek egy ilyen voidban, és már nem tudsz nagyon mit csinálni, és az ellenfél, a látója társaid is gázva vannak, de körülötted vannak egy 25 méteren belül, elrorozgatod magad, ha be van rakva a stretch, akkor
majdnem 100 méteren belül elrórozod magad, és damage buffot kapnak, és azonnal le lehet kaszabolni mindenkit, szóval hasznos is, meg nem is. Én akkor szoktam elkapcsolni, amikor nagyon durván sokan körbevesznek, mert akkor majdnem biztos, hogy viszonylagos gyorsan lelövik ezt a fairy armort. És hogy ez ne történjen meg, vagy hogyha ez netán megtörténne, akkor roar, és gyorsan át lehet rajtuk húzni. Vagy egyébként Rhino Charge is ki lehet menekülni, de jobb kedvelem ilyenkor a roart, és lekardozni őket, mert ugye utána lőnek gyakorlatilag, és seperc alatt lelőnek, már magas szinten már seperc alatt lelövik a shieldet, életet, stb. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogyha eszedbe üt, jó, ha nem, az se baj, ez a roar képessége. Na és... hát jöjjön a negyedik képessége, a Rhino Stomp. Azt kell mondjam, az egyik legópébb képesség volt az összes Warframe képessége közül. Most se egy rossz képesség, csak olyan szintű damage buffot kapott, vagyis nerfot kapott, hogy hogy szar lett. Tehát most már csak 800-as sebez, ez hihetetlenül rossz. Tehát a legtöbb Warframe képessége 1000 és 1500 között sebez az ultija. Na most a Rhino Stompot megcsinálták 800-ra, könyörgöm, az egy nagyon-nagyon hülye lépés volt. Az 1200 az pont tökéletes volt, ami ezelőtt volt, mert biztos voltál benne, hogyha a Voidban is jársz, egy 25-ös szintig meghaltak az ellenfelek. Na most már basznak meghalni 25 szint fölött. Csak ugye már a Stompnak van egy olyan képessége, hogy így megáll a levegőben. Megállnak az ellenfelek a levegőben egy darabig, és közben egy damage increase-el le tud őket könnyebben kaszabolni. Ami nagyon-nagyon hasznos. És most egy ilyen gyakorlatilagos dologba érkeztünk, hogy hogyan modoljuk a Rhinót című történet. De azt mondom, hogy érdemes modolni életre, érdemes modolni shieldre. El kell dönteni, mit akarsz belőle. Ő nálam egy ilyen masszív tank karakter. Én húzok shieldet, húzok életet nála, és gyakorlatilag felerősítem power strength-re, hogy azért damage-eljen az a bizonyos Rhino Stomp, leveszem a power duration-t, mert nem használom a roar-t, szóval rámegyek az effektivitásra, és rámegyek az erőre, tehát power effectivity, power strength, és ezáltal erősebbé teszem a shield-et, a fairy armor-t, erősebbé teszem a stompot, amennyire csak lehet, mert ezek azok a képességek, ami gyakorlatilag erősítik azt a bizonyos Rhinót, hogy bírja, hogy jobban bírja, és ha van egy intensifyod, vagy blind rage, vagy valami, ami egyszerűen rágyúr az erőre, sőt, hát intensify és blind rage együttvéve, és ezekkel mind erősíteni azt a bizonyos Rhinót, hogy egyre erősebb legyek, de azt igazán visszavehetnék neki a damage-ét, hogy erősebbet damage-el, mert először 1600-al indult, aztán lett 1200, és az pont jó volt, szóval pont jóvá tette, hogy lehessen vele igazán sokáig is kibírni bizonyos küldetéseken. Lehet az ott a baj, hogy a Rhino nem volt igazán csapatjátékos, mert tökre egyedül is el lehet lenni vele gond nélkül, és még mindig igazából, szóval de nem kellett volna ennyire megnörfölni. Nos, ennyi a Rhino. Mondtam, nagyon jó karakter. Ez az első, amit egy kezdőjátékosnak ki kell farmolnia, és fel kell húzni a maximumra azért, hogy utána ez legyen az a karakter, amivel vagyont tud gyűjteni, magasabb high-end küldetésekre el tud menni, és jobb eredményeket tud elérni. Azért, hogy a későbbiekben felhúzza az elsődleges karakterét, mert ha egy Excalibur-t választasz, akkor egy nagyon erős, mozgékony karaktered lesz, majd be fogom mutatni az Excalibur-t is, az a sajátomat, és még lesz ettől sokkal jobb is. És ha Voltot választasz, egy nagyon jó csapatjátékos nyersz, ezt őt is érdemes kifullozni, ha Meget választasz,
a 80%-ának a missionöknél meg elengedhetetlen. Csak hogyha első karakternél választod ezeket a hármakat, akkor gyengék, és nem képesek megfelelni a magasabb izén, és hajlamos vagy azt hinni, hogy ezek szar karakterek, pedig nem. A Meg, a Volt és az Excalibur három elég OP karakter, és mint mondtam, ezek közül a Meg szinte elengedhetett vagy 80%-ához a defensív missionökhöz és a nehéz missionökhöz. A Volt nagyon durva jó védelmet tud nyújtani csapat szinten, és az Excalibur az egyedül is és csapat szinten is hihetetlenül mozgékony és erős karakter tud lenni, viszont a Reno lesz az, ami segít nekik ahhoz, hogy őket felerősítsd, vagy segít neked abban, hogy új warframe-eket szerez, erősebbeket, jobbakat, bla 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 bla, mert úgy gondolom, hogy minden, aki warframe-ezzék, annak minimum szereznie kell egy támadó karakter, defenzív karakter, support karaktert, élettöltő karaktert, mert a Trinity a support karakter, de azért, mert ő a Sanitates, ugye az összes közül, szóval, és ilyen support karakternek például egy Nova, Novára gondolok, támadónak egy Loki, Reno, valami, szóval minimum ezeknek meg kell lennie azoknak, akik warframe-eznek, a többi az egy extra, de nem rossz, hogyha megvan. Nos, ennyi lett volna a Reno, szerezzétek meg, ez egy jó karakter. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!